A legutóbbi fordulóban a Szombathely ellen elvesztette hazai veretlenségét a Marsó Nyíregyháza, amely szombaton Szegeden próbálja meg visszahozni az elhullajtott pontokat. A tiszapartiak eddig egy győzelem mellett 4 vereséget szenvedtek, viszont a tabella élmezőnyébe tartozó csapatoktól kaptak ki Kis Zsolték. Sitkó Ernő szakmai igazgató nehéz meccsre számít, amelyen mindenképpen győzelmet vár csapatától. A Szeged természetesen jó csapat. Egy olyan garnitúrát sikerült összekovácsolniuk, akik tapasztalt játékosokból állnak. Egy-két fiatal játékos beilleszkedik, de igazából a tapasztalt játékosok azok, akik viszik a csapatnak a szekerét és tolják a szekerét. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy ha mi tudjuk azt a megfontolt, kontrollált játékot játszani, amiket most már egyre hosszabb ideig tudunk használni, akkor mi komoly eséllyel utazunk Szegedre. A játékosoknak azt mondtam, hogy alapvetően én nem is leszek elégedett más eredménnyel, csak a győzelemmel. A 6. fordulóból egy meccset már lejátszottak, azon a Szombathely 78-64-re verte az Zalaegerszeget. A további párosítás Kaposvár-Pécs, Jászberény-Albafehérvár, atomerőműese Körmend, Sopron-Kecskemét és Szolnok-Mafc. A Szeged-Marsó-Nyíregyháza mérkőzés kedden 20 óra 25-től láthatják a Kölcsé Televízió nézői.